szeretném kérdezni, hogy mit csinálsz akkor, amikor operátor vagy, és ugye az expertek dolgoznak, vagy éppen nem teljesen expertek, és érzed, hogy nem tudsz, vagy hogy ellenáll. És egyrészt még az is lehet, hogy expert, vagy expert minőségben van, de ellenáll annak, ami történhetne. Hogy ilyenkor mi a teendő, mint operátor. Az operátornak, vagy operátor hogy tud könnyebben hozzáférkőzni, hogy elősegítse a változást. Ez egy mondjuk egy konkrét expert operátor munkában? Igen, mondjuk miközben te ott vagy, és operátor vagy, és itt van benne egy munka. Tehát egy B-kategóriában itt, igen, Blackbox-on. Igen, Blackbox. Hát az alapszituáció az az, hogy ott van egy elképzelés, van egy a munkára valamilyen stratégia, amit elindítok a nullából, elvárások nélkül. Hát először megfigyelés történik. A megfigyeléssel elindul az expert, és figyelem, hogy ha nem lép hibásan, akkor hagyom, hogy lépjen tovább, és halad. Eljut egy hibáig, ahol már nem halad. Ott megpróbálok beavatkozni különböző módon. Az egyik módszer az az, hogy azonosulok vele. Azonosulok mondjuk a mozgásával, vagy az érzelmi állapotával, hát vagy a gondolata az egy kicsit nehezebb, de bizonyos szempontból megközelítve a gondolata, tehát mondjuk egy jellemzőjét veszem ki, és azzal azonosulok. Például az, hogy akarok valamit csinálni, mert látom, hogy akar valamit csinálni. És akkor abból kiindulva változtatok az érzéseken, ha megvan a kapcsolat, akkor el tud mozdulni. Ha nincs meg a kapcsolat, vagy ő, mert nem akar elmozdulni, mert ő berögzült, és egyszerűen nem hallgat a külvilágra, akkor ez a technológia, ez bukó, ez biztos, hogy nem fog működni. Akkor változtatok. Vagy zenén változtatunk, ez a zenei operátornak a feladata, hogy más stílusú zenét rak be esetleg, vagy én kérek valamilyen stílusú zenét, szokott ilyen munka lenni, amikor 3-4 után sincs változás, és át kell vinni valakit egy ilyen nehézségen, vagy fölhívok valakit, tehát valamilyen változást hozok létre. Vagy akár beszélek, és mondok neki valamilyen tanácsot, ami nem konkrétan arra irányul, amit kell csinálnia, hanem elterelem a figyelmét egy feladatra, és ahogy elterettem a másik feladatra a figyelmét, lehet, hogy felszabadítom azt a gátlást, ami miatt nem tudott figyelni, és nem tudta megcsinálni a feladatot. Ha ezek mind nem működnek, akkor körbe kell építsem több elemmel. Például szituációs operátori munkát kell létrehozni. Ebben a szituációkban az elemeket kezdem úgy variálni, mert azokkal tudok dolgozni, hogy ők fognak adni számára olyan szituációkat, amelyben csak erre mehet, vagy csak arra mehet, ezt csinálja, azt csinálja. Az elvárás, a feladattól való elvárás, nem az embertől, tehát a feladattól való elvárásnak a szintje messze-messze mélyre lecsökken az eredeti elképzeléshez képest. Tehát nem szabad ugyanazt szintet tartani az elképzelésben, hogy na akkor ezt a feladatot így megoldjuk, hanem vissza kell lépni sokat, és ott akarunk egy lépést lépni, majd utána esetleg még egyet. És ebben a szituációban majd kijön az, hogy ő meglépi azt, amit szerettem volna, mint alapfeltétel. Ha ezt meglépi, ez nála nem ugyanaz az eredmény, mint hogyha ő expertként megérezte volna, és kialakul benne, mert akkor az egy harmonikusan egy önfejlődő rendszer lenne, tehát ő szépen tanul, és halad. Ebben az esetben szintén tanulni fog, de úgy fog tanulni, hogy vele nem történhetett még meg ez a lépés, ez számára új, de a környezet erőszakolta ki tulajdonképpen. Pontosabban megmaradt a saját döntési mechanizmusa, csak semmilyen más választása nem maradt. Ezért ő úgy dönt, hogy az egyetlen választási lehetőséget fogja meglépni. Mivel meglépte, ezért a rendszer őt fejlesztette olyan szempontból, hogy megtörtént vele az a lépés, tehát tulajdonképpen ő fejlődött. Viszont sokáig nem fogja megérteni,
ezt a lépést. Tehát az operátori eszközeimet változtatom meg, és végigmegyek akár 5-6 féle ilyen eszközön, mire eljutok oda, hogy akár a legprimitívebb eszközhöz hozzányúlva mégiscsak megtörténjen az a változás. Ha visszagondolok arra, hogy meddig megyek el, akkor életemben egy vagy két esetben nem mentem el addig, hogy egy minimális lépést meg kell tegyen. Tehát egy vagy kétszer adtam úgy föl, hogy na jó, hagyjuk akkor ezt. Ezt most már nem erőltetem. Az összes többiben mindig előbb-utóbb valamelyik, és a legvégén egy ilyen szituációval, egy hosszú folyamattal felépíthető. Hozzá kell tegyem, hogy az, amit hosszú folyamattal egy ilyen esetben megcsináltam, hosszú folyamatot érthetünk akár egy-másfél órán keresztül, ott az elvárásom a feladattól az, hogy fél perc, és magától megtörténik. Tehát végtelenül nagy a különbség. Érthető így? És hogyha elvonatkoztatunk a black box-tól, és mondjuk ez az életbe történik, és felismer valaki egy ilyen szituációt, és próbál beleavatkozni, segíteni, akkor ugye nem ennyire exakt a helyzet, mert nem tudja így konkrétan kihasználni. Akkor gondolom, az egy hosszabb folyamat, de hogy ott is érdemes eszközökhöz folyamodni, vagy inkább nem tudom, érzés. Ugyanezt történik, és pontosan ugyanezt csinálom. A különbség az, hogy az életben egy ilyen folyamat, nincs meghatározva az időben, hogy mennyi idő alatt kell megtörténjen, vársz valamilyen lépést, és az is lehet, hogy napokon, heteken, éveken keresztül tart a folyamat, mire a végső eszközt akár bevetem, vagy mert nem fontos, hogy megtörténjen. Nem életbevágóan fontos, hogy megtörténjen ez az esemény, tehát hagyom. Az életben nincs az, hogy nem adom föl, az életben nem tanítok, hanem az életben csak élem az életemet, és hagyom a másiknak az életét, hogy az, ha nem fordult hozzám segítségért, akkor csak oda rakom magamat mellé, és vagy követ, vagy nem követ. Nem követ, akkor nem követ. Ha követ, akkor követ. Ott nincs ilyen, hogy nem adom föl, mert nincsen elvárás, hogy ennek sikerülnie kell. Van vágyam, hogy sikerüljön. Vágyam azért, mert nekem is jó, hogyha megteszi, vágyam azért, mert neki is jó, hogyha megteszi. Legalábbis én ezt így látom, és ezt őszintén így látom. Ebben az esetben ugyanez történik, amit az előbb elmondtam. Az első csak egy vágy, tehát nullából indulok. Szeretném, milyen jó lenne, hogyha így lenne. Nem történik meg. Teszek lépést, amely sugallja azt, hogy ő léphetne arra. Nem történik meg. Nem lép. Teszek egy határozottabb lépést, teremtek egy szituációt, és abban a szituációban már szűkítem azokat a lehetőségeket, pontosan szűkítem a rálátását a világnak, és azokban a szűkítésekben többször megjelenek én, tehát felhívom magamra a figyelmet. Olyan szituációba kerítem magamat és őt. Akkor sem történik meg. Azért általában itt abba is hagyom. Mert itt már minek? Ezek után. Tehát ezek után már nekem nem kell. Mert az már nem a vágyam lesz, hanem a követelésem. Tegyük föl, hogy ez nem egy másik emberrel kapcsolatos dolog, hanem egy másik embernek az egészségi állapota, vagy az én egészségi állapotom. Tehát bármi ilyesmi. Ebben az esetben teljesen másról van szó, mert ebben az esetben elmegyek a végsőkig. Akár szűkítem odáig az operátori lehetőségeket, amelyben már kierőszakolom mondjuk az egészséges lépést. Egy szervezetből. Tehát nem az emberből, hanem egy szervezetből. Tehát nem kierőszakolom, hogy ő akkor elkezdjen edzeni, hanem ehhez már neki nincs köze, megváltoztatom ott a struktúrát, az egy teljesen másik operátori feladat lesz. Tehát akkor tovább megyek, de mindig változtatom az operátori eszközeimet. Ha egy eszközzel nem megy, teljesen felesleges ugyanazzal az eszközzel 10-szer próbálkozni.
A következő próbálkozás mindig egy erősebb operátori eszköz kell legyen, és még erősebb kell, és aztán megint még erősebb kell. És nagyjából így építkezhet föl az ember. Amit itt csinálok a székből, operátori feladatokat, és különböző operátori technológiákat, azt az életben ugyanígy használom, csak az életben teljesen másképpen kell elképzelni. Akkor egyfajta saját magammal egyezményes teret alkotok meg, hogy mi lesz a játéktér. És abban a játéktérbe viszem be, vagy szedem ki azokat az elemeket, amelyekből, mint egy black box, működtettem az egészet. Tehát így alkotok egy modellt például. Kitalálok valakinek valamit, amivel lehet egy együttműködés, ami egy társadalmi szinten érthető dolog, hogy miért működünk együtt. Mert most együtt sétálunk valahova, közben van lehetőségem impulzusokat adni. Mert hogy együtt utazunk valahova, és közben van lehetőségem impulzusokat adni. Mert együtt fölépítünk valamit, és közben van lehetőségem impulzusokat adni. Ha megérti közben, és megvan, akkor ez teljesen elegendő. Ha nem, és lehet tovább menni, akkor teszek egy másik lépést. Tehát ehhez borzalmas sok türelem kell, mert nagyon sokszor fél év, egy év, két évig semmilyen lépést nem tudok megtenni. Vannak olyan folyamatban lévő ilyen dolgaim, amire várok 5-6 éve. Tehát 5-6 éve nincs impulzus átadási lehetőség. Ez egy hosszú folyamat. De be kell várni. Ha megjelenne az az ember szemináriumon, akkor egy este. De nem jelenik meg. Ezért évek. Ha tudok, akkor közelebb kerülök hozzá. Valamilyen ürüggyel, és akkor az olyan, mintha szeminárium lenne. Volt az életemben egy szakasz, 2005 és 2009 között. Gyakorlatilag szemináriumot alig csináltam. Folyamatosan végeztem valamilyen expert operátori munkát, csak egyszerűen el kellett fedni, hogy ez egy szeminárium. Például a Docklerben. És ott kitaláltam különböző alkalmakat. Mikulás ünnepség, nőnap, húsvét, karácsony, új év, szülinap. Mikor mi? És ezekbe csomagoltam a szemináriumi eseményeket. És végigmentünk a cégem, és azt nem tudom, hát nektek lehet, hogy nem vetítettem ezt. Végmentem a cégen, és csináltunk egy ajándékosztogatást. És így mindenkivel volt kapcsolatom, mindenkivel tudtam kommunikálni, mindenkivel volt valamilyen interakcióm. Tehát ott sok éven keresztül csak így tudtam dolgozni. Mert szemináriumot nem lehetett szervezni. Aztán csináltam egyszer szemináriumot, amikor már eltűntek azok az emberek, akik nagyon negálták a dolgokat, már mindenki megnyugodott, hogy nincs szeminárium, és akkor jött az igény a szemináriumra, és onnantól kezdtem megint szemináriumokat csinálni. Tehát akkoriban például így tudtam dolgozni az embereken, a cégen belül, elrejtve mindent. A magánéletben szintén így csinálom. El kell rejtsem, mert nem jelenhetek meg, mint tanító, mint oktató, mert senki nem kért meg rá. Viszont az én életemet is érinti.
egy csomó minden. Ott csak egyszerű impulzusokat közlök, és az egyszerű impulzusokra vagy reagál, vagy nem. Akkor másféle impulzus csinálok, vagy impulzus halmazokat rakok le, és akkor erre reagálnak. Elrakok egy-egy impulzust, és ezt majd ennek az eredményét várom 2 év múlva. Addig érlelődik. 2 év múlva megint kap egy impulzust. Nagyjából sejtem, hogy mik fognak történni ezekben az időkben. Vagy megtörténik, vagy nem, nem számít. Nagyjából. És akkor, ahogy megtörténik, akkor fölépül ez a kis rendszer. És akkor egyszer csak, amikor szükség van, akkor már csak el kell mondjam, hogy mit szeretnék, vagy cselekedni kell, és akkor kocogva, vagy simán cson nélkül, de megtörténhet az, amit akarok, vagy szeretnék. Ez így érthető? Többieknek is? Nekem igen. Köszönöm.